Újabb 5 idős krónikus beteg vesztette életét a koronavírus miatt, az aktív fertőzöttek száma viszont tovább csökkent. A vérplazma terápiának köszönhetően sikerült levenni a lélegeztetőgépről egy beteget. A 75 éves férfi állapota stabil. Brüsszel hallgassa meg a magyar álláspontot is, ezt várja el az igazságügyi miniszter az Európai Parlament holnapi vitája kapcsán. És rohamosan terjed a járvány Latin-Amerikában, Brazíliában egy nap alatt csaknem 900 halálos áldozatot követelt a vírus. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Székely Varga Edina vagyok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt egy napban 28-al nőtt a koronavírus fertőzöttek száma az országban, jelenleg 3341 betegről tudni. Újabb 5 idős krónikus beteg vesztette életét, így az elhunytak száma 430-ra emelkedett. Ami viszont jó hír, hogy az úgynevezett aktív fertőzöttek száma, tehát akik jelenleg is betegek, viszont tegnaphoz képest 72-vel csökkent. Jelenleg valamivel kevesebb, mint 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. Több mint 1100-an viszont már meggyógyultak. A javuló számok ellenére a szakemberek továbbra is arra hívják fel a figyelmet, hogy a járványnak még nincs vége, a vírus, ha lassuló ütemben is, de még mindig terjed, ezért az egészségügyi előírásokat továbbra is szigorúan be kell tartani. Szinte minden járvánnyal kapcsolatos adat csökkenő tendenciát mutat, erről beszélt az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília azt mondta, hogy egyedül az új fertőzöttek száma nőtt, de a növekedés üteme jelentősen visszaszorult, vagyis kedvezőek a járványügyi adatok. Ugyancsak kedvező képet mutatnak az egyetemek által vizsgált reprezentatív szűrővizsgálatok adatai is. Hozzátette, hogy az összes aktív fertőzött 60%-a budapesti, illetve Pest megyei. Az összes aktív fertőzött közül 688-an vannak kórházban, 62%-uk Budapesten, tehát 431 fő van kórházban igazoltan új koronavírus pozitív beteg. 45-en vannak lélegeztetőgépen. Tehát azok az adatok, amelyek a mai napon rendelkezésünkre állnak, arányaiban hasonlóak az elmúlt napokéhoz, viszont mértékükben csökkenőben vannak minden tekintetben. Már 535 hatósági házi karanténban lévő vállalta, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartja-e a korlátozó intézkedést, közölte az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kis Róbert arról is beszélt, hogy továbbra is folyamatosan érkeznek a védőeszközök a kórházakba. A tegnapi napon 37 helyszínre, 26 kórházba és 11 a védekezésben résztvevő szervezethez szállítottunk egyéni védőeszközöket, védőfelszereléseket. A kórházakban kórházparancsnokaink fogadták az egyéni védőeszköz szállítmányokat. Ezeket az egyéni védőeszközöket bevételezték, készletnyilvántartásba vették, és a későbbiekben ellenőrzik ezek felhasználását. Ma is folytatódik az országos koronavírus szűrés. Csaknem 18 ezer embert kértek fel, hogy vegyen részt a reprezentatív felmérésben. A meghívottak több mint fele már megjelent a szűrésen. Az eddigi eredményekből pedig az látszik, hogy itthon nagyon alacsony a koronavírussal fertőzöttek száma. A Semmelweis Egyetem rektora azt mondta, hogy egy nappal meghosszabbították a szűrést, így az szombatig tart. Merkeli Béla ismét azt kérte, hogy aki kapott meghívót, menjen el a szűrésre. Minden egyes mintavétel, minden egyes adat egy plusz információt jelent, amikor mi a végleges képet kialakítjuk, ezért hát haladunk tovább, sőt felbuzdulva azon, hogy növekszik a minta adási akarat a lakosságban, egy plusz napot hozzátettünk, úgyhogy szombaton még egy napot szűrünk, és ezzel fogjuk befejezni akkor ez a gyakorlatilag kéthetes szűrőprogramunkat, amely egy nagyon részletgazdag keresztmetszeti képet fog adni.
Lekerült a lélegeztetőgépről az a koronavírussal fertőzött beteg, akit vérplazma terápiával kezeltek a Semmelweis Egyetemen. Az intézmény közleménye szerint a súlyos állapotban lévő 75 éves férfi április közepén került hozzájuk. A szérum beadásakor már több mint 10 napja lélegeztetőgépen volt, azonban a kezelést követő napokban meg tudták kezdeni a fokozatos ébresztését. Május 11-én pedig sikerült levenni a lélegeztetőgépről. Mint írják, a beteg állapota stabil. Nagyon bízunk abban, hogy több és több donor fog jelentkezni, tehát továbbra is keressük azokat a betegeket, akik már kigyógyultak a koronavírus fertőzésből, és szívesen adnák a plazmájukat azért, hogy másokon segítsenek, hiszen látjuk, hogy segít. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy ez nem egy elméleti dolog, hanem egy kézzelfogható gyakorlat. Tehát aki időben megkapja, és itt ismétlem, hogy az is nagyon fontos, hogy időben megkapja a beteg, azon érdemben tud segíteni ez a plazma készítmény. Újabb elhunyt idős beteg hozzátartozója vádolja azzal a Pesti úti idős otthont, hogy rokonát nem látták el megfelelően, ami végül a halálához vezetett. G. Attila szerint édesanyja még vizet is alig kapott. A férfi arról beszélt a Riposztnak, hogy november óta romlott jelentősen a helyzet a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézményben. A koronavírus fertőzés miatt már 44-en haltak meg az idős otthonban, és több mint 300-an megfertőzöttek. Nyomozást indított a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthon ügyében egy magánszemély feljelentése alapján. A pestisrácok.hu kedden értesült az eljárásról, amit a rendőrség a Magyar Távirati Irodának is megerősített. Közleményükben azt írták, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt folytatnak nyomozást ismeretlen tettes ellen. A fővárosi önkormányzat kezelésében lévő Pesti úti idős otthonban április elején súlyos koronavírus fertőzöttséget állapítottak meg, és több száz idős embert kellett kórházba szállítani, akik közül eddig 44-en meghaltak. Az országos tisztifőorvos szerint legalább egy hétig az előírásokkal ellentétben egyáltalán nem volt orvos az otthonban. Minden jogszabályi feltételt teljesített a főváros, mint fenntartó a Pesti úti idős otthonban, az orvosi ellátás szempontjából is. Igen. Karácsony Gergely főpolgármester hetek óta mentegeti magát és magyarázkodik, miközben egyre több tény igazolja, hogy az intézmény nem véletlenül vált a járvány egyik gócpontjává. Intézménynek nem volt orvosa, én ezt kimerem mondani nyíltan, mert se decemberben, se januárban, se februárban nem volt orvos. Először Cseh Krisztián beszélt a híradónak arról, hogy az otthon novembertől az alapvető higiéniai feltételeknek sem felelt meg, és hiába próbált meg édesanyjáról információt kérni, a főállású orvossal nem tudtak beszélni. Hasonlóan rossz körülményekről számolt be kedden a Riposztnak egy másik hozzátartozó is, akinek a férjét kellett kórházba vinni a Pesti úti idős otthonból, mert kiszáradásos tünetei voltak. A megözvegyült nő csak halálgyárnak nevezte az intézményt. Szerinte férje elvesztéséhez a nem megfelelő ellátás vezetett. A Riposzt szerda reggeli cikkében újabb esetet közölt a Pesti útról. Ebben egy férfi arról nyilatkozik, hogy 68 éves édesanyja abba halt bele, hogy nem látták el megfelelően, még vizet is alig kapott. Ő is azt állítja, november óta romlott jelentősen a helyzet, hiába keresték, egyetlen orvossal sem tudtak beszélni az idős otthonban. Mindenféle közösségi médiás posztokkal próbálja meg úgy beállítani, akár önmagát, akár az általa vezetett várost, mint ami kvázi büntetésben van, vagy a kormányzat őt nem szereti. Karácsony Gergely úgy próbálja beállítani, mintha büntetésben lenne ő és a főváros. A politikai felelősség azonban mégiscsak a főpolgármesteri hivatalt terheli a Pesti úti idős otthon ügyében. Nyilatkozta a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont intézet elemzője. Politikai felelősség fenntartóként a főpolgármester hivatalt terheli, és ezt próbálhatjuk bármilyen módon akár elhárítani, akár szétteríteni ezt a felelősséget, mutogatva bárki másra, de az, hogy milyen minőségű ellátás folyik ott, annak a politikai felelőssége az egyértelműen a fenntartó terhelés, a fenntartó esetében a főpolgármesteri hivatal. Közben Karácsony Gergely újfent üzent a kormánynak és a fővárosiaknak. Közösségi oldalán 15 oldalon keresztül ecseteli Budapest Restart címen, hogy miként kellene újra nyitni a fővárost a koronavírus járvány után. Ebben általában a fővárosi kormányhivatal teszi felelőssé a fertőzés elterjedése miatt, és a felelősök megnevezését követeli. A Pesti úti idős otthonról és a saját felelősségéről viszont egyetlen szót sem ejt.
Több mint 7 millió maszk és 660 lélegeztetőgép érkezett az elmúlt két napban Magyarországra, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter még a kormányülés előtt arról beszélt, hogy kedden és szerdán 6 repülőgép és 3 kamion szállított az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket Budapestre. Az egészségügyi védekezés tekintetében továbbra is a hosszú távú védekezésre rendezkedünk be. A mi feladatunk az, hogy biztosítsuk a sikeres egészségügyi védekezéshez szükséges eszközöket az orvosok, a nővérek és más az egészségügyben dolgozók számára. Ennek keretében ezen a héten még további szállítmányok is természetesen érkezni fognak. A jogállamiság, a tisztességes eljárás és a demokrácia összes alapelve azt kívánná, hogy a magyar kormány képviselője hozzászólhasson a Magyarországról szóló vitához. Ezt mondta Varga Judit reggel a Kossuth Rádióban. Az igazságügyi miniszter bár többször kérte, egyelőre nem kapott lehetőséget a felszólalásra. A téma ismét a magyar jogállamiság lesz. A vitát az elmúlt hetekben már többször cáfolt álhírekre alapozva rendezik meg holnap. Az Európai Bizottság szerint sem sérti az uniós jogot a magyar védekezési törvény. Az igazságügyi miniszter továbbra is elvárja, hogy Brüsszel biztosítsa a magyar kormánynak a lehetőséget, hogy elmondhassa álláspontját az Európai Parlamentben a Magyarországról zajló vitán. Varga Judit a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, továbbra is kérdéses, hogy hozzászólhat-e a magyar koronavírus törvényt érintő vitához. Elvárom, hogy biztosítsák a magyar kormány számára azt a lehetőséget, hogy eladhassuk az álláspontunkat, hiszen ezt kívánja a jogállamiság, a tisztességes eljárás és a demokrácia összes alapelve, amelyek mind ugyanolyan uniós értékek, amelyeket álságosan és kifejlítve folyamatosan rajtunk kérnek számon. Az Európai Parlament elnöke korábban elutasította Varga Judit részvételét a vitanapra, amit a magyar miniszter szóvá tett. Ezt követően a baloldali EP elnök Orbán Viktort hívta meg. A kormányfő levélben válaszolt David Maria Sassolinak, amiben kifejtette, jelenleg minden erejét és energiáját a járvány elleni védekezés köti le, így a magyar kormány képviseletében az igazságügyért és Európai Uniós ügyekért felelős miniszter tud részt venni a vitában. Varga Judit morálisan elítélendőnek nevezte, hogy az európai baloldali frakciók akkor foglalkoznak újra a magyar jogállamisággal, amikor emberek ezrei halnak meg, és milliók veszítik el az állásukat Európában a járvány miatt. Abban az időben, amikor egyébként emberek ezrei halnak meg Európában, és milliók veszítik el az állásukat, akkor épp a magyar koronavírus elleni intézkedésekkel kell foglalkozniuk, és újfent a magyar jogállamisággal, tehát morálisan elítélendő ez az egész kezdeményezés, és azért nem vagyok meggyőződve afelől, hogy emögött nem a magyar baloldali ellenzéki EP képviselők kezdeményezése áll, és nem ők fogják a tollat. Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, Brüsszelnek egyetlen demokratikus válasza az ügyre, hogy engedélyezik a jelenlétét a vitában. Varga Judit emlékeztetett, az Európai Bizottság is megerősítette, hogy a magyar koronavírus törvény összhangban van az európai normákkal. Magyarország mindig is egy jó gumicsont. Minden alkalommal, amikor Brüsszelben Magyarországról kezdenek beszélni, akkor nem kell más fontos dolgokat napirenden tartani. Erről beszélt az M1-en a közmédia vezető külpolitikai újságírója. Mind a két biztos, Brüsszel, az Európai Bizottság cáfolta az összes álhírt, amit Magyarországgal kapcsolatban feldobtak. Ez úgy tűnik, az Európa Tanácsban jelen pillanatban senkit nem érdekel, továbbra is ugyan ezeket a maszlagokat szórják az emberek elé, azt gondolván, hogy akkor majd erre figyelnek, és nem arra, hogy milyen tehetetlenek voltak megvédeni a saját népüket és nemzetüket a járványtól. A Magyarországról szóló vitát az eredeti tervek szerint szerdán tartották volna, de végül elhalasztották csütörtökre. Guy Verhofstadt rosszindulatú kártékony ember, erről Szijjártó Péter írt a Facebookon. A külügyminiszter arra reagált, hogy a liberális európai parlamenti képviselő egy cikkében a magyar koronavírus törvényt Hitler felhatalmazási törvényéhez hasonlította. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy Guy Verhofstadt a Soros terv egyik kulcsfigurája, most sem hazudtolta meg önmagát, beállt a sunyin nácizók táborába. Újabb rémhírterjesztőt fogtak el a rendőrök, ezúttal Borsodban, a 64 éves gyanúsított a közösségi oldalán írt arról, hogy a kormány szándékosan akkor szüntette meg a kijárási korlátozást, amikor tetőzött a járvány, és ez szerinte tömeges megbetegedést okozhat. A férfit a szerencsés rendőrök fogták el.
Sikerült megállapodni az osztrák hatóságokkal, így ma reggeltől két újabb határátkelő nyílt meg Ausztria és Magyarország között. Erről számolt be Szijjártó Péter. János Somorjánál és Alsószőlnöknél is át lehet jutni a nappali órákban. A külügyminiszter azt írta a közösségi oldalán, hogy a koronavírus miatt életbe léptetett zárások az elmúlt hetekben komoly nehézséget okoztak az ingázóknak. A nyitás segítheti azoknak az életét, akiknek a határ túloldalán van a munkahelyük. A bértámogatási program már most több tízezer munkahelyvédelmét szolgálja, erről beszélt a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor azt mondta, hogy a programra eddig több mint 5400 vállalkozás nyújtott be kérvényt, csak nem 72000 munkavállalóra vonatkozóan. Azt is kiemelte, hogy a támogatás iránt egyre nő az érdeklődés, és a kérvényeket továbbra is várják. A program részleteit a munka.hu oldalon találhatják meg az érdeklődők. Eddig több mint 5400 vállalkozás nyújtott be kérvényt, közel 72000 munkavállalóra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy dolgozóként átlagosan több mint 160000 forint állami támogatásra pályáztak eddig a cégek és a munkavállalók közösen. Egy nap alatt több mint 15000 jelentkeztek a kormány által meghirdetett informatikai továbbképzésre. Erről beszélt György László államtitkár az M1-en. Azt mondta, hogy a 8 hetes képzés remek lehetőség, mert akik végigcsinálják, olyan területeken helyezkedhetnek el, ahol nagy szükség van friss munkaerőre. Május 22-ig lehet jelentkezni a képzésre. A jelenlegi informatikai képzők 30-35%-ban a turizmus vendéglátás szektorból merítettek eddig is átképzett munkavállalókat, akik a képzések elvégzése után átlagban 60-80%-kal magasabb bérért tudtak elhelyezkedni, és nem ritka az sem, hogy 2-3 év elteltével a fizetésük megközelítette a milliós nagyságrendet. A Magyar Honvédség az ország legbiztosabb munkáltatója, jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Németh Szilárd azt mondta, hogy a koronavírus járvány miatt indított gazdaságvédelmi akcióterv megvalósításában, amelynek a munkahelyteremtés áll a középpontjában, a Magyar Honvédség is részt vesz. Úgy fogalmazott, hogy várják a fiatalokat, illetve azokat, akik elvesztették a munkájukat. És hozzátette, hogy áprilisban több mint 800-an jelentkeztek katonának. A Magyar Honvédség a toborzói irodáin keresztül, illetve az interneten keresztül, most nagyon fontos, hangsúlyoznám az internetes jelentkezést, vár minden olyan fiatalt, aki a haza szolgálatát választja, és itt egészen biztos, hogy egy biztos munkahelyet, egy biztos életpályát tudhat magának. A következő három évben 315 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg Magyarországon a nagyvállalati beruházási támogatás részeként. Erről Varga Mihály pénzügyminiszter beszélt a Facebook oldalán közzétett videójában. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy számos magyar vállalat a járvány idején is fejlesztéseket tervez, és ezt a kormány is támogatni kívánja. Ezért a program idei keretét 25 milliárd forinttal 40 milliárd forintra emelik. A magyar gazdaság versenyképességének emelkedéséhez, a gazdaság fejlődéséhez a beruházások jelentették a kulcsot a járvány kitörése előtt, és ma a gazdaság újraindításakor sincs ez másként. Örömteli ezért, hogy számos magyar vállalat a járvány idején is fejleszt, beruház. A pénzügyminisztérium által készített felmérés azt mutatta, hogy a következő három évben 57 olyan nagy vállalkozás van, amely fejlesztéseket tervez. Hónap végéig használhatok fel a megmaradt rezsiutalványok. Fónagy János a ma reggelben elmondta, hogy tavaly több mint 2,5 millió nyugdíjas részesült 9000 forintos rezsiutalványban. A felvett utalványok döntő részét már felhasználták az arra jogosultak a gáz- és villanyszámlák kifizetésére. Az államtitkár kiemelte, hogy az utalványok átruházhatók. Lehetőség szerint ha az utalványt adják át fiatalabb hozzátartozóiknak, hiszen a postán lehet ezeket beváltani, és jobb, hogyha a jelen helyzetben hát másokra bízzák ennek beváltását. Amennyiben személyesen kívánnák ezt mégis megtenni, úgy kérjük, hogy a postán a reggeli órákban érkezzenek, hiszen akkor soron kívül biztosítja a posta a kiszolgálásukat.
Május eleje óta óvatosan emelkednek a belföldi foglalások számai, és az elmúlt hétvégén több helyen is sok volt a turista. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója az M1-en. Guller Zoltán azt mondta, hogy a kormány minden szükséges intézkedést meghozott annak érdekében, hogy a turisztikai ágazatnak mentőövet adjon. Azt is kiemelte, hogy a turizmus újraindítása csak vendégek fogadásával lehetséges, ezért elsősorban azt szeretnék, hogyha a magyarok belföldön töltenék a nyarat. Hozzátette, hogy készül egy európai szintű megoldás az utazási irodák által elkért előlegek kapcsán, amelyet hazánk azonnal bevezet majd. Különböző európai országok hoztak különböző döntést az elmúlt néhány hónapban. Németország azt gondolom bölcsen a bizottsághoz fordult, hiszen ezt nem lehet országonként megoldani, hiszen az utazási iroda mondjuk vette egy repülőjegyet egy légitársaságtól, amelyik ha nem adja vissza a pénzt, ő nem tudja visszaadni az utasnak a pénzt. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon rövid időn belül, még május hónapban egy európai szintű megoldás fog születni. Mi erre várunk, és ha ez megszületik, akkor Magyarország azonnal be fogja vezetni az intézkedést, a utazási irodákat, és a fogyasztóknak az érdekeit is együtt fogja tudni képviselni annak érdekében, hogy nekünk a fogyasztók jogaink ne csorbuljanak, az irodák pedig tovább tudjanak működni. 20 millió forint értékben állított össze tartós élelmiszerekből és fertőtlenítőszerekből álló csomagokat a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A Nyugat-Dunántúli Régió Központ raktárába 600 csomag érkezett, amelyeket három megyébe szállítanak ki, és jutatnak el a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került családoknak, valamint fogyatékkal élőknek. A csomagokat a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácstól kapott támogatásból állították össze. Győrbe kezdtük meg a csomagoknak az osztását, itt 164 darab csomagot fogunk kiosztani. Elsősorban azoknak, akik már eddig is a látókörünkben voltak, ellátottjaink, gondozottjaink, illetve a családsegítő központ segítségével állítottunk össze egy olyan listát, akik kifejezetten a járvány miatt kerültek most hátrányos helyzetbe. Paprika és paradicsom palántákat osztott szét a rászoruló családok között a Katolikus Karitász. Az öngondoskodás segítő program keretében minden évben több ezer rászoruló család és kisnyugdíjas kap vetőmagot, valamint palántákat. Ma a Heves megyei Pétervásárán 1400 családnak adományoztak paradicsom és paprika palántákat. Az a célja, hogy a családokat segítsük a háztartás vezetésben, az öngondoskodásban, hogy minél inkább tudják segíteni ők is saját maguk a szociális helyzetüket, és erre nagyon nagy fogadókészség volt, és ezért most már sokadik alkalommal tudtuk megrendezni. Újabb 1 millió maszk érkezett Erdélybe a magyar kormány közreműködésével, amelyet 49 tanintézményben több mint 4000 diáknak osztanak szét Nagyváradon és Bihar megyében. Emellett váradi segélyszervezetek, köztük Böjte Csaba gyermekotthonainak lakói is részesülnek ebből az adományból. Nem ez az első magyar kormányadomány. Egy hónappal ezelőtt mintegy 600 ezer maszkot és több 10 000 védőruhát, felszerelést küldtek az külhoni magyaroknak. Ez egy óriási segítség, hisz az elkövetkezendő időszakban 2 héten keresztül felkészítő órák lesznek, és kell biztosítani azt, hogy mindenképp biztonságban legyenek ezek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly segítség szerte a megyében. Bő 2 hét alatt csaknem 1200 tonna pontyot telepítettek több száz hazai horgásztóba. Ez is egy szelete a járvány miatt kialakult gazdasági válság kezelésének. Abban bízik a kormány, hogy ezzel több ezer munkahelyet lehet megmenteni, és segítheti a horgászturizmus újraindulását is. Folyamatosan engedték be a halakat a Tiszatóba kedden. Az elmúlt 2 hét alatt összesen 960 mázsapontyot telepítettek ide, többet, mint korábban bármikor. Ez nagyon nagy mennyiség, hatalmas boldogságot okozott ez nekünk, mint halászati hasznosítóknak is, de különösen a horgászoknak. Ez olyan, mintha 2-szer halasítottunk volna ebbe az évbe. Sok hal maradt a termelőknél a koronavírus járvány miatt, ezért eddig nem látott nagyságrendű támogatással, 800 millió forintnyi állami támogatással segítette ki a kormány az ágazatot. Ennek keretében országszerte mintegy 1200 tonna ponty került a hazai állami tulajdonú vizekbe. 1500 haltermelő munkavállalónak az életét próbáltuk megsegíteni, és 2500 a horgászattal közvetlenül foglalkozó másik munkavállalót is segítettünk ezzel a történettel. 1200 tonna, tehát
egy hatalmas mennyiségű hal kerül be a természetes vizekbe. Ez a halmennyiség az éves kifogott, horgászok által kifogott halmennyiségnek az egy negyede. Így a horgászok ezután még több halat tudnak kifogni, mint korábban. A cél a magyar termelők megsegítése, valamint a munkahelyek megtartása volt. Hosszú távon pedig a turizmusra is jó hatással lehet a rendkívüli telepítés. A turizmusnak a világjárvány utáni fellendítésében és gyakorlatilag a károk helyrehozatalában nagyon fontos szerepe lesz a horgászati turizmus fejlesztésének, és mivel hogy éves szinten közel 100 000 horgásznappal számolunk, és ennek jó része a heves-megyei oldalon csapódik le, gondolom, hogy a helyi turisztikai szolgáltatók számára ez nagyon sokat fog jelenteni. A szakemberek abban bíznak, hogy a telepítés és nem csak a szabadidős és versenyhorgászatot, hanem a halfogyasztás élénkítését is szolgálja majd. Egyre több amerikai államban lazítanak a koronavírus elleni óvintézkedéseken, annak ellenére, hogy a járványügyi szakértők óvatosságra intenek. Bár a Fehérház kidolgozott egy 3 szakaszból álló enyhítési tervet, a tagállamok nem kötelesek azt betartani. A világ legfertőzöttebb országában így egyre több helyen indul újra a termelés. Az Egyesült Államok a járvány miatt hatalmas gazdasági kieséssel néz szembe. A munkanélküliségi ráta pedig csaknem elérte a 15%-ot. A munkások testhőmérsékletét ellenőrzik egy michigani autóipari üzemben. Hétfőn ismét elindult a termelés a gyártósorokon, a dolgozók maszkban és kesztyűben indították be a gépeket. A koronavírus járvány miatt ugyanis hetekig nem gyártottak autókat. Bizakodásra ad okot, hogy újraindult a termelés ebben a különös helyzetben. Ez nem csak a gazdaságnak tesz jót, hanem az emberek mentális egészségének is. A dolgozók láthatják, hogy az élet megy tovább. Így a vásárlóknak is az az érzésük lesz, hogy minden visszatér majd a normális kerékvágásba, nyilatkozta egy iparági elemző. Az elektromos autókat gyártó Tesla is elindította a termelést kaliforniai üzemében, annak ellenére, hogy az államban a vírus terjedése miatt ezt még nem engedélyezték. Az Egyesült Államokban egyre többen követelik az óvintézkedések enyhítését, mivel az amerikai gazdaság már most hatalmas visszaeséssel néz szembe a járvány miatt. Nem csak az autógyártók, hanem az olajipar és a repülőgépgyártás is hatalmas veszteségeket könyvelhet el. A munkaképes korú lakosság 15%-a veszítette el az állását. A Fehérház egészségügyi szakértője azonban arra figyelmeztet, hogy a gazdaság túl gyors újraindításának nagyon súlyos következményei lehetnek. Álláspontja szerint az újraindításhoz az lenne szükséges, hogy az adott tagállamban legalább 2 héten keresztül folyamatosan csökkenjen a diagnosztizált fertőzések száma. Ha ez teljesül, akkor indíthatják el a lazítások első fázisát. Hangsúlyoznom kell, hogy amennyiben bizonyos városokban vagy államokban nem várják meg, míg lelassul a járvány, akkor a vírus terjedése hirtelen felgyorsulhat, jelentette ki a szakember. A Fehérház még április közepén dolgozott ki egy tervet arra, hogy milyen ütemben lazíthatnak az egyes tagállamok. A kijelölt mérföldköveket azonban nem kötelező betartani, a tagállamok kormányzói maguk dönthetnek arról, hogy követik-e a Fehérház ajánlásait. Így a figyelmeztetés ellenére Floridában és Kaliforniában is újra kinyithatott több vendéglátóhely és bolt. Arizonában pedig az uszodák és a konditermek fogadhatnak ismét vendégeket. Az államban pénteken jár le a kijárási tilalom, amit a tervek szerint nem fog meghosszabbítani a helyi kormányzó. Költségkímélő, hatékony és a koronavírus sem árt neki. A járvány miatt egyre több cég alkalmaz robotokat az egyszerűbb munkafolyamatok elvégzésére. Kaliforniában raktárkészlet ellenőrző, árazó, valamint takarító robotokat fejlesztettek ki. Nagy-Britanniában pedig egy olyan drónt, amely rövid idő alatt biztonságosan eljutatja az orvosságot a gyógyszerlerakatokból a kórházakba. Ügyesen és gyorsan mozog a szűk sorok között a takarító robot az egyik San Franciscó-i bevásárlóközpontban. Rögtön megtorpan azonban, ha szenzoraival egy vevőt észlel az útjában. Ekkor a számítógépes rendszere újra tervezi az útvonalat, és nagy ívben kikerüli a vásárlót.
egy másik robot pedig az árukészletet ellenőrzi az egyik gyógyszertárban. Arra is ügyel, hogy a helyes ár kerüljön a termékekre. Jó magasra felnyúló csápjaival pedig még a legfelső polcokra helyezett gyógyszereket is eléri. A koronavírus járvány idején most minden cég egyre inkább törekszik a munkafolyamatok automatizálására. Az elkövetkezendő időszakban hozzá kell szoknunk, hogy gépesített kollégák dolgoznak velünk együtt, mondta a Tolli névre keresztelt okos robot fejlesztője. Szakemberek szerint ezeknek az eszközöknek a segítségével költséget csökkenthetnek a cégek, valamint a járvány terjedését is csökkenthetik. Ezzel párhuzamosan viszont emberek milliói válhatnak munkanélkülivé a túlzott automatizálással. Nagy-Britanniában közben olyan drónokat tesztelnek, amelyek gyógyszereket szállítanak a raktárakból a kórházakba. A dél-angliai Wight-szigetre például korábban kamionnal és kompal volt, hogy csak 2 nap alatt érkezett meg a sürgős orvosság a beteghez. A drón viszont most a lerakattól a kórházig 10 perc alatt tette meg az utat. A drónos szállítás nem a nagyvárosokban lesz célszerű, hanem az ország olyan eldugott részeiben, amelyet vasúton vagy közúton nagyon nehéz megközelíteni. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a drónoknak nincs károsanyag kibocsátásuk, és alacsony költséggel kivitelezhető a sorozatgyártás, mondta a szállítóeszköz tervezője. A drónok hatótávolsága a tervek szerint akár 1000 kilométer is lehet, és 100 kilónyi árut is tudnak majd szállítani. Gazdasági gondokkal küzdenek a járvány miatt a dél-amerikai kontinens országai. Brazíliában éles vita alakult ki az óvintézkedésekhez ragaszkodó kormányzók és a gazdaság teljes újraindítását szorgalmazó államfő között, miközben a koronavírus egyre több áldozatot szed az országban. A szegényebb államok még jobban megsínlik a leállást, és közben a térséget egy másik fertőző betegség is fenyegeti. A szakemberek szerint idén várható a dengilázjárvány második hulláma. Kutyáival együtt vittek el a rendőrök egy brazíliai férfit, miután nem tudta hivatalos papírokkal igazolni, hogy jogszerűen tartózkodik Niterói utcáin. A 500 000 lakosú város lezárta határait. A bevezető utakon minden járművet szigorúan ellenőriznek. Csak azok léphetnek be, akik itt dolgoznak, a város lakóit pedig felszólították, hogy ha nem muszáj, ne menjenek ki az utcára. Szükség van erre, mert az emberek fegyelmezetlenek. Meg kell állítanunk a vírust, különben nagy baj lesz, vélte egy helyi óvónő. Brazíliában a koronavírus megjelenése óta élesedik a vita a kormányzók és Jair Bolsonaro elnök között. Miután a legfelsőbb bíróság is kimondta, hogy a járványügyi intézkedések meghozatala a helyi döntéshozók hatáskörébe tartozik, 9 állam és több nagyváros is szembeszegült az államfővel. Bolsonaro kezdettől fogva jelentéktelennek nevezte a járványt, és a korlátozások teljes feloldását szorgalmazta. Téves az a megközelítés, hogy az emberélet fontosabb, mint a gazdaság. Szerintem mindkettőt ugyanolyan felelősséggel kell kezelni, fogalmazott az elnök. Brazília a dél-amerikai kontinens legfertőzöttebb állama. A kórházak túlterheltek, és a halálos áldozatok száma meredeken emelkedik. Ugyanakkor egyre több a munkanélküli, és az előrejelzések szerint a 4 évvel ezelőtti recesszióból épp hogy kilábalt országban idén több mint 5%-kal zsugorodik a gazdaság. Az elmúlt napokban Mexikóban is ugrásszerűen megnőtt a koronavírus okozta halálesetek száma. A korlátozásokat itt is fenntartják. Az államfő szerda délután jelenti be a gazdaság újraindítására vonatkozó terveit, miután az Egyesült Államok arra kérte Mexikót, hogy indítsa újra a termelést az amerikai autógyárakat kiszolgáló üzemeiben. A járvány miatti leállás Latin Amerika szegényebb országaiban növekvő feszültséget okoz. A bolíviai Cochabambában kedden súlyos összecsapások voltak a rendőrök és a korlátozások feloldását követelő tüntetők között. A március végén bevezetett szigorú intézkedéseket ugyanis az ország több régiójában is határozatlan időre meghosszabbították. Továbbra is részben más utat jár a járványkezelésben Svédország, mint Európa nagy része. Nem voltak nagyon szigorú korlátozások. Megoszlanak a vélemények, hogy ezzel jó vagy rossz döntést hoztak. A halálozási adatok például sokkal tragikusabbak, mint a magyar statisztika, de például a belga, spanyol, olasz, brit, francia adatoknál kedvezőbb a svéd halálozási arány. A gazdasági hatásokat pedig csak később lehet majd látni. Ritka látvány nyújtott Svédország márciusban, amikor szinte az egész világ bezárkózott a járvány elől. A skandináv országban azonban sem az iskolák, sem a munkahelyek, de még az éttermek sem zárták be kapuikat.
Az utcák ugyanolyan zsúfoltak voltak, mint a járvány előtt. A maszk vagy a kesztyű viselése, valamint a társadalmi távolságtartás is csak ajánlott volt. Akkor sokan üdvözölték ezt a hozzáállást, bár volt, aki tartott a következményektől. A kormány annyit kért az emberektől, hogy viselkedjenek felelősen a járvány idején, és tartsák be az egészségügyi ajánlásokat. A stockholmi vezetés azt hangoztatta, bízik a járványügyi szakemberekben, akik a szigorú korlátozások ellenében a lakosság tömeges immunitását tartották a megoldásnak. Ennek érdekében azt szorgalmazták, hogy a társadalom nagy része, csak nem 80%-a, essen át minél előbb a fertőzésen, hogy így immunissá váljon. Csak hogy az elmúlt másfél hónapban a járvány a svédeknél háromszor annyi halálos megbetegedéshez vezetett, mint a szomszédországokban. Mára elért a 3200-at, és még mindig meredeken emelkedik. A betegségben elhunytak 90%-a 70 év fölötti, és minden második áldozat idősek otthonában betegedett meg. Az egészségügyi miniszter kénytelen volt elismerni, hogy a járványpolitikájuk kudarcot vallott az idősek és a veszélyeztetett csoportok megvédésében. Nekünk, mint társadalomnak, közös a felelősségünk azért, hogy nem láttuk el megfelelő felszereléssel az idős otthonokat. Nem részesítettük előnyben az ott dolgozókat, a munkakörülményeiket és a státuszukat. Mondta a miniszter és hozzátette, hogy tanulniuk kell ebből, mert a járványnak még nincs vége. A közgazdászok ugyanakkor támogatták a tömeges immunitásra való törekvést. Így ugyanis Svédországban nem kellett teljesen leállítani a gazdaságot, mint máshol a világban, és az újraindítás sem a nulláról kell kezdeni. Ugyanakkor a svéd gazdaság is erősen függ a nemzetközi kereslettől és a beszállítói láncoktól, ezért a termelés és a kereskedelem itt is visszaesett az egész világ leállása miatt. Döntött a kúria a gyöngyöspatai kártérítések ügyében. Az ítélet szerint pénzbeli kártérítés jár az iskolai szegregáció miatt a cigány családoknak. A jelenlegi jogszabályok szerint nincs lehetőség másfajta kártérítésre, például, hogy pénz helyett a korábbi tanulók képzését, oktatását támogassa az állam. A térség fideszes képviselője szerint a döntés rossz és igazságtalan. A fizetés azért kéne az enyém romától nagyon gyengén élnek. Tovább tanulás, 22 éves gyerek mit csinálj, meg 23. Ezek az interjúk Gyöngyöspatán készültek évelején, miután kiderült, 100 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság 60 olyan roma tanulónak, akiket az ítélet szerint szegregáltan oktattak a Heves megyei település iskolájában. Roma, of course, has been the most discriminated against. A roma családok nevében az egyik Soros György által támogatott alapítvány indított pert. A megítélt kártérítést az iskolának, a tankerületnek és az önkormányzatnak közösen kellett volna kifizetnie. A város vezetése azonban a kormánytól kért segítséget, mert mint mondták, ha kifizetik a pénzt, csődbe menne az önkormányzat. A kormány végül azt javasolta, hogy pénz helyett képzést kapjanak az érintettek, ezt azonban a romák elutasították. Az egész roma, aki itt megjelent máma, ezeknek nem egyezkednek senkivel. Konklúzió az az volt, hogy ők csak is pénzt kérnek. Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője akkor úgy fogalmazott, miközben a bíróság kártérítést ítélt meg a roma diákoknak, a nem roma tanulók többségét a szüleik a szomszédos iskolába vitték, mert nem érzik magukat biztonságban, és a tanárok is sorra mondtak fel az intézményben. A gyöngyöspatai önkormányzat a bíróság döntése miatt a kúriához fordult, és ismét azt kérte, hogy ne pénzben, hanem oktatással egyenlíthessék ki a megítélt kárt. A kúriának egyértelműen nem volt az álláspontja. A kúria most megállapította, nincs jogi lehetőség arra, hogy a roma családok pénz helyett más formában kapják meg a kártérítést, és arra sincs, hogy csökkentsék a romáknak korábban megítélt összeget. Így a 60 tanulónak összesen mintegy 100 millió forintot kell kifizetnie a gyöngyöspatai önkormányzatnak, az iskolának és a tankerületnek közösen. Az a következtetés volt csak levonható, történeti és jogalkotói célkitűzésnek megfelelő teleológikus jogértelmezés segítségül hívásával, hogy a nem vagyoni károk megtérítésénél a kártérítés megítélésének egyetlen lehetséges módja a pénzbeli kártérítés. Az ügyért felelős miniszterelnöki megbízott közösségi oldalán reagált a döntésre. Horváth László úgy fogalmazott, szerinte a döntés rossz és igazságtalan. Rossz, mert felrúgja a társadalmi békét, igazságtalan, mert egyoldalúan
és túlzóan büntet egy egész települést egy kisebbség vélt vagy valós sérelmeiért. A térség Fideszes országgyűlési képviselője hozzátette, törvénymódosítást kezdeményez, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló eset. Kis ilyen tragédiával végződött egy baleset a 8-as úton, amelyet egy szemből jövő autókamerája rögzített. A közútkezelő munkatársai épp útmenti kaszálást végeztek, amikor a szabályosan megállt autójuk utánfutójába belecsapódott egy kis teherautó. A rakomány előre vágódott, és csak a szerencsének köszönhető, hogy az nem sebesítette meg őket. És ez volt a Híradó délben, további híreket találnak a híradó.hu oldalon. Most folytatjuk a Nemzeti Sporthíradóval, friss sporthírekkel, maradjanak velünk!